Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ránk áldozták ezt a délután. Nagyon hálás vagyok, hogy ismét ennyien eljöttek, és hogy újra elkezdhetjük ezt a sorozatot. Hálás vagyok a megkeresésekért. Többen is kérdezték menet közben, hogy mikor indul újra, mikor jöhetünk, mikor gyűlünk össze megint, és ezért mind nagyon hálásak vagyunk. Hát nagyon igyekszünk, hogy tudjunk új dolgokat is mondani nektek, önöknek, nem ugyanazt ajkózni mindig. A tematika az ugyanúgy fog felépülni, mint tavaly. Az első fél órában valamilyen előadás lesz, ugyanúgy meghívott előadók is lesznek. Mátét már ismeritek, dr. Tóth Mátét, ő is lesz. Édesanyám is eljön újra a reflexológiával, és Molnárné Marian, a természetgyógyász is újra itt lesz. De lesznek újak, Tóth Ádám is igyekszik majd, és készülni fog, valamint a húgom is tart majd előadásokat különböző témákban. Ezeknek a címét a meghívókon, vagy a plakátokon már láthattátok. Hát úgy adódott, hogy az első előadást azt én tartom, úgyhogy most velem kell beérnetek, mert mind a két óra, mind a két felében én fogok főként szerepelni. Én tartom az előadást is, és majd az ételnek a bemutatását is én fogom megtartani. Az első témánk az egészségünk alapjai, és annak, akik már harmadjára ülnek itt, lehet, hogy nem mondok sok újat, de igyekszem kicsit más féleképpen megvilágítani. Mi is hívta életre ezt a sorozatot? Emlékeztek annak idején, amikor első alkalommal összejöttünk még 2021-ben, vagy 22-ben, már a harmadjára vagyunk, harmadjára kezdjük el ezt az előadássorozatot, és akkor azt beszéltük, hogy a Covid miatt olyan bezártak voltunk, és szerettünk volna egy kicsit együtt lenni, egy kicsit kimozdulni. Hálás vagyok, hogy most említésre került az, hogy olyan jó, hogy el lehet menni valahova, és egy kicsit kizökkent minket ez a szürke hétköznapokból, és kicsit együtt lehetünk. Mert később láthatjuk, hogy ez is milyen fontos az egészségünk megőrzése szempontjából, hogyha együtt vagyunk. Egy kicsit együtt beszélgetünk, együtt töltünk időt a barátainkkal, olyan emberekkel, akiket ugyanaz a téma érdekel. Valamint igyekeztünk arról beszélni és azt tárgyalni, hogy hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket, hogyan tudnánk az immunrendszerünket úgy edzeni, hogy az ilyen támadásokkal szemben, mint amilyen a Covid is volt, egy picit fel tudjunk készülni. És ez volt az, ami életre hívta ezt a sorozatot, és igyekeztünk az egészségünk támogatásával kapcsolatos előadásokat és ételeket bemutatni. És most az első alkalommal elővesszük újra az alapokat, de csak nagy vonalakba, és átbeszéljük, hogy mi is volt az a 8 alapelv, amit megbeszéltünk már az első alkalommal is, a második alkalommal is, és most is átveszük egy picit. Ugye beszéltünk arról, hogy az egészségünk megőrzéséhez nem csak az kell, hogy jól aludjunk, hogy az éjszakán kifihentek és frissek lehessünk. Nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, mert lehetünk nagyon-nagyon egészséges és tudatos étkezők, hogyha mértéktelenek vagyunk, és mondjuk nagyon sokat eszünk abból az egészséges ételből, vagy nagyon sokat alszunk, vagy nem pihenünk éppen eleget. Fontos a jó levegő, fontos a napfény. Tudjuk azt, hogy azokban az országokban, ahol kevesebbet süt a napot, az emberek hajlamosabbak a depresszióra. Tehát milyen fontos az, hogy a süt a nap, sétáljunk, akkor összekötjük a kellemest a hasznossal. Napon is vagyunk, és közben mozgunk is. És nem olyan régen egy Dan Buettner nevű férfi felkutatta a világon azokat a helyeket, ahol az emberek hosszú ideig élnek. Nem ritka ott a 100 éves kort megért ember, és valamiért ezeken a helyeken az emberek 10 évvel tovább élnek, mint az átlag. Ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes. És nagyon vártam, hogy megtudjam, hogy mi az oka annak, hogy ezek az emberek ott ezeken a területeken tovább élnek. És kíváncsi voltam, hogy mennyire van összhangban az ő életük azzal a 8 alapelvvel, amit mi is hangsúlyozunk, és ami alapján próbálunk élni. És itt látjátok ezeket a területeket,
a világ minden táján szétszórva, tehát nem mondhatjuk azt, hogy hú, van egy bizonyos étel, amit ők biztos esznek, és akkor elélnek 100 évig, vagy ott biztos valami különleges levegő, van, amit ők szívnak, vagy olyan lehet ott a víz, vagy a föld. Ezt nem mondhatjuk el, mert látjátok, hogy Amerikától kezdve Európán át egészen Japánig terjed ez a terület, ezt kék zónának nevezték el, és látjátok, hogy hogyha keletről vagy nyugatról haladunk keletre, akkor Kalifornia államban egy Loma Linda, ez egy külváros, ott élnek az átlagnál több vagy magasabb életkort megért emberek, Costa Ricában, Nicoya nevezetű helységben, akkor Itáliában, Szardínia szigetén, valamint Görögországban, az Ikária szigetén, és Okinaván, Japánban egy kis szigeten. Úgy találták, hogy itt az emberek tovább élnek, és nem csak az a lényeg, hogy ők tovább élnek, hanem az életminőségük, és az életminőségük az jobb, mégis a mentális egészségük. Tehát azt jelenti, hogy ott, amikor elmentek és beszélgettek egy 100 éves emberrel, azzal el lehetett beszélgetni. Az el tudta mondani, hogy ő miért él úgy, ahogy. A mentális egészségük és a fittségük az nagyon jó volt. Azt tapasztaljuk itt, hogy aki idősödik, az egyre inkább mentálisan is úgymond kopik a mentális egészsége, és ott úgy tűnt, hogy teljesen frissek és épek. A fizikai erőllétük is sokkal jobb volt. Azt tapasztalták, hogy a biológiai életkoruk az kevesebb volt, mint a kronológiai. Tehát értsétek azt, hogy ha valaki mondjuk 80 éves volt, akkor kb. Egy 70 évessel megfelelő volt az ő élete. És akkor nézzük meg, hogy mi volt a recept. És hogy amikor végignéztem ezt a sorozatot, akkor azt találtam, hogy a tartós egészség receptje az körülbelül mindenhol ugyanaz, és ugyanazokon az oszlopokon áll. És most nem vesszük végig az összes 8 alapelvet, hogy azt betartják-e ott, nem is erre hangsúlyozódott ki ez a tanulmány, hanem van néhány alappillér, ami kifejezetten tényleg hozzájárult az ő egészségüknek a megőrzéséhez, és ezeket nézzük át. Az egyik, ami fontos volt, és amit ők betartottak, az az aktív testmozgás. És ez a testmozgás nem csak hogy aktív volt, hanem természetes testmozgás volt. Beszéltük itt, mielőtt még mindenki megérkezett, hogy a háziasszonyok régen házi munkát végeztek. Hogy nem mosógéppel mostak, hogy nem szárítógép szárított, hanem ki kellett rázni, fel kellett teríteni, hogy söprögettünk, hogy porszívóztunk, nem robotporszívó-porszívózott, mosogattunk, és nem beraktuk az edényeket a mosogatógépbe. Tehát aktív házi munkát végeztek régen az asszonyok, és most egyre inkább ez kikopik, és nem tesszük ezt. Na majd látni fogjuk, hogy ezek hogy mozognak ott. A pihenésre fordítanak nagy hangsúlyt, nem csak a napi pihenésre, hanem hogy egy kicsit mentálisan is kikapcsolódjanak, barátokkal töltenek időt, olyan emberekkel veszik körül magukat, akikkel jól érzik magukat. Helyes életszemléletük van. Minden egyes területen úgy élnek ott az emberek, hogy amikor fölkelnek, azt mondják, hogy van miért élnem. Nem depressziósak. És utána a negyedik pont, ami engem nagy örömmel töltött el, nem tagadom, az, hogy ezek az emberek főként növényi alapú étrenden éltek. És ez nagyon biztató nekem, hogy alátámasztja azt az elméletet, hogy igenis fontos, hogy növényi alapon étkezzünk. És ez nem egyfajta divat kell, hogy legyen, hiszen ezek az emberek már évszázadok óta így étkeznek. És mit jelent? Azt jelenti, hogy tovább élnek. Hát akkor miért ne vegyük át tőlük ezt a jó szokást? Nézzük sorban akkor ezeket a főbb alapelemeket, és nézzük meg, hogy ők hogyan iktatják be ezt a mindennapjaikban. Ugye a mozgás, azt tudjuk, hogy jótékonyan hat a fizikai erőnkre, de ugyanúgy a mentális egészségünkre is. Oldja a stresszt, javítja a hangulatunkat, miközben sportolunk, boldogsághormon szabadul fel, amiatt nem leszünk depressziósak. Aki aktívan mozog, az nem lesz depressziós. És itt két képet hoztam. Itt az egyik fiatalember, ilyen 70-80 éves, aki ott épp a spárgát nyomja,
És azért tettem be ezt a képet, mert ez nem a kék zónába készült, hanem egy másik helyen a világban, ahol úgy tűnik, hogy kezd az életkor megnőni. Tehát azt jelenti, hogy igenis ki lehet alakítani olyan életközösségeket, ahol tudjuk növelni az élettartamot és az aktivitást, és nem jut eszembe a neve ennek a helységnek, de majd eszembe fog jutni. Az a lényeg, hogy ott az emberek rájöttek, hogy fontos az, hogy tovább éljenek és egészségesen éljenek, és így tartják kordában magukat. A másik képen egy 100 éves embert látunk, aki ül a lovon. Én azt gondolom, hogy még 80 évesen se tudnék, lehet, hogy nem tudnék felülni arra a lóra, nem hogy lovagolni azon a lovon. És aktívan mozognak, és a legfőbb tevékenységük a mozgás során az, hogy ez természetes mozgás, amit ők tesznek. Mindenhova sétálva járnak. Szicíliában, és főleg Okinawában és Szicíliában ilyen emelkedők vannak, hegyek vannak. Ahogy kilépnek az ajtón, hát vagy lefele, vagy felfele mennek. De hogyha lefele mennek, előbb-utóbb haza kell menniük, akkor meg felfele mennek. Tehát aktívan mozognak a férfiak, pásztor emberek voltak évszázadokon át, legeltették a nyájat hegyre, föl, völgybe le. A nők is, ahogy kiléptek, hogy elmennek akár a szomszédba, a templomig, mozognak, sokat sétálnak. És nagyon fontos, hogy ez a mozgásuk, ez természetes mozgás. Nem lemennek a terembe, előveszik a súlyzókat és mozognak, nem mondom, hogy az rossz. De ez a természetes mozgás figyelhető meg ezeknél a népeknél. Nincsenek gépeik, amit beszéltünk korábban, hogy a házi munkát saját kezűleg végzik el. A férfiak is, a nők is. És ami feltűnt még, hogy van kertjük, legtöbbjüknek van kertje. Okinawában különösen jellemző ez, hogy van egy kertjük, és oda kimennek, és nap mint nap dolgoznak a kertben. Én nekem nagyon felüdítő, nekem is van kertem. És nagyon felüdítő az, hogyha ki tudok menni a kertbe és dolgozni néhány órát. Olyan örömmel tölt el, amikor látom a munkám gyümölcsét, de nem csak én örülök ennek, vannak itt más kertészkedő emberek, akiknek biztos ugyanolyan öröm. Talán persze, hogyha a munkád része minden nap, és nem 2 órát kell töltened, hanem 12 órát, akkor nyilván másképp érzed ezt. De ezeknek az embereknek fontos, kimennek, megtermelik a maguk kis ételét, és mozognak. Tehát az egyik fontos lépés és a fontos kulcs az a mozgás volt. A másik pedig a pihenés. Találnak alkalmakat, hogy ne csak naponta a napi pihenésüket töltsék, hogy nyugodtan aludjanak, kényelmesen, megfelelő mennyiségű időt, hanem azon kívül találjanak időt a pihenésre, amikor szellemileg kikapcsolódnak. Láthatjuk ott Okinawában egy néni, aki azt hiszem 103 éves, és éppen játszik a családtagjaival. Lelkileg feltöltődnek, hogyha együtt töltenek időt, és ez egyfajta pihenés. Nem dolgozom, nem a hétköznapi dolgokkal foglalkozom, hanem együtt játszom, együtt vagyok a többiekkel. Barátokhoz és közösségekhez tartoznak, ahol össze tudnak ülni, és tudnak együtt beszélgetni. Tudnak együtt időt eltölteni. Loma Lindán, ott az első képen láthatjuk, ők adventisták, vallásos közösségben élnek. És ők minden héten, egyébként én is adventista vagyok, és ez is olyan örömmel töltött el, hogy olyan közösséghez tudok tartozni, akik hosszú életet élnek. És minden hétvégén a szombatot együtt töltik, imaházba mennek, és tényleg nem foglalkozunk hétköznapi dolgokkal, hanem akkora feltöltődés jelent testileg, lelkileg, hogyha egy napot nem foglalkozunk hétköznapi dolgokkal, hogy ez meg tudja hosszabbítani az életünket. A következő képen egy Nikoljái, egy kosztarikai bácsit látunk, aki elmondása szerint 6 órakor kell, ő is 100 év körüli, és 10-ig dolgozik, és azt mondta, hogy hát utána azt gondolja, hogy megérdemel egy kis pihenést, egy kicsit sziesztázik. Egyébként jellemző, hogy délután egy picit lepihennek, és nem sokat, csak néhány percet, egy fél órát pihennek, és nem dolgoznak. Olvastam tanulmányokat, ami leírja, hogy nagyon
pozitív hatással van a szervezetünkre napközben egy kicsi pihenés. Csak nem engedhetjük meg magunknak, ugye? Tehát nagyon sokszor a munka és a sok dolog nem engedi azt, hogy leüljünk és egy picit ejtőzzünk, egy fél órát legfeljebb napközben. De úgy tűnik, hogy kifizetődő, hogyha ők ezt megteszik. Nézzük meg egy kicsit, hogy milyen hatása van annak, hogyha megfelelően tudunk aludni, mi történik alvás közben a szervezetünkben, és ennek milyen pozitív és negatív hatásai vannak. Ugye, hogyha alszunk, mindenki tudja, hogy szellemileg frissek leszünk, és fizikailag is, nem csak szellemileg is, ezáltal csökken a stressz, hogyha kipihentek vagyunk, nem tudnak bennünket olyan könnyen felhúzni, nem jövünk olyan gyorsan dühbe. Ugye az immunrendszerünk normálisabban működik, azért, mert van ideje a szervezetünknek megpihenni, van ideje a sejtjeinknek regenerálódni, hiszen tudjuk, hogy alvás közben történik meg a sejtünknek legnagyobb része a regenerációja. Az agyunkban új szinapszisok jönnek létre. Az alvás alatt megszilárdulnak az új emlékeink. Lehet, hogy emlékszünk arra, amikor iskolába jártunk. Én nagyon emlékszem, hogy tanultam, és minden zagyva volt a fejemben, és úristen, hogy fogok ebből holnap felelni, és akkor másnap reggel, mikor felkeltem, akkor hát ugyan letisztult, hát úgy értettem, hogy mit is tanultam tegnap. Azért, mert alvás közben ezek szépen rendeződtek, ezek az emlékek a fejemben, és megerősödtek. És milyen jó, hogy azok az emlékek erősödtek meg, amikre szükségem volt, mert az agy szelektál, tudja, hogy mi nekünk a fontos, és mire kell koncentrálni, hogy azokat megerősítse. Ezért nagyon jó, hogyha vizsga előtt, bár most nincsenek itt fiatalok, hogyha vizsga előtt, mármint olyan fiatalok, akik iskolába járnak, senkit nem akarok megbántani, hogyha vizsga előtt alszunk egyet, és ráalszunk egyet a tanulásra. Éjszaka termelődnek bizonyos hormonjaink, amik napközben nem termelődnek. Éjszaka fontos, hogy odafigyeljünk erre, akkor termelődik a melatonin, amit boldogsághormonnak is nevezünk. Ez a melatonin nagyon érdekes, hogy csak akkor termelődik, hogyha csend és sötét van. Főként a sötétségre nagyon érzékeny. Tehát abban az esetben, hogyha valaki mondjuk szeret fénynél, vagy legalább szórt fénynél aludni, akkor jobb, hogyha leszokik róla is teljes sötétségben van, mert ez akkor termelődik. Hajnalban, ahogy egy kicsit jön a világos, akkor meg leáll a termelése és felébreszt. Tehát akkor ébredünk fel. A HGH hormon, ami a növekedést szabályozza, éjszaka termelődik. A gyerekeknél ez nagyon fontos. Tényleg a gyerekeink éjszaka nőnek, mert ez a hormon akkor aktív. És ezért fontos, hogy a gyerekek jól aludjanak. Fontos, hogy úgy neveljük őket, hogy úgy szoktassuk, hogy időben lefeküdjenek. Hogy ez a hormon a mély alváskor jön elő, és mély alvásunk, hogyha figyeljük esetleg. Én nekem van egy órám, amivel tudom figyelni az alvásomat, és a legtöbb mély alvásom éjfél előtt van. Éjfél után nincs. A lányomra is feltettük ezt a dolgot, és nála is azt figyeltük meg, hogy éjfél előtt a mély alvása sokkal aktívabb. Most gondoljuk el, hogyha egy gyerek 10-11 óra körül, fél 12, ilyet is hallottam, akkor fekszik le. Hát nem csoda, hogy nem nő, mert ez a hormon nem tud termelődni. A felnőtteknek is, bennünk is van ez a hormon, nálunk is termelődik. Ilyenkor a szervezetünk sejtregenerálásra használja ezeket a hormonokat, a sejtregenerációra készíti a szervezetünket. Az étvágyhormon éjjel is termelődik, illetve ez a leptin-ghrelin hormon. A leptin az, ami tehetségérzetet okoz a szervezetünkben, ezért van az, hogy éjszaka nem ébredünk fel arra, hogy éhesek vagyunk. De napközben, amikor ez a ghrelin hormon termelődik, akkor igen, mert ez az, ami azt mondja, hogy hát most már elég éhes vagy, ez kapcsol be ez a hormonunk, hogy most már táplálkozzunk. Illetve a kortizol nevű hormonunk is szerepet játszik az alvásnál. Ugye, hogyha nem alszunk, akkor itt föl van sorolva, de fölösleges ismételnem. Nyilván akkor lehangoltak vagyunk, ingerlékenyebbek, feszültebbek, nincs annyi türelmünk, kihat ez nagyon sok mindenre, a feledékenységünkre, hosszú távon nagyon rossz hatásai vannak, felborul az idegrendszer és a hormonegyensúly, ez a hormon, amiről beszéltem. És ugye komoly egészségügyi gondok vannak a hosszabb távú hatására, stroke, csontritkulás, daganatos betegségek és a korai öregedés okozza, ami ellen mi nagyon-nagyon küzdünk itt mindnyájan, ugye? A következő
amit tapasztaltak ezeknél az embereknél, hogy mindegyiknek volt egy életszemlélete, egy életcélja. A kosztarikaiaknál ez volt a plan de vida. Tudták, hogy ők miért kelnek fel reggel, tudták, hogy hasznosak, hogy fontosak, hogy nekik feladataik vannak. A Istenbe vetett hit az nagyon fontos volt, fontos a szicíliaiaknál, az adventistáknál, az ikigáj pedig a Görög-szigeten. Tehát van egy olyan szemléletük, ami fontos ahhoz, hogy hosszú életet éljünk. Láthatjuk azt, hogy mennyi ember küzd depresszióval. Ennek egyik oka ez lehet, hogy nem látják, hogy értelme van az életüknek. Kell keresnünk valami életcélt, valami értelmet, amiért felkeljünk reggel. Nagyon fontos a hit. Azt mondják, hogy azok az emberek, akik naponta egy fél órát meditálnak, vagy imádkoznak, 7 évvel hosszabbítják meg az életüket. Az viszont nagyon sok. Tehát 7 év azért, hogy én egy kicsit magamba forduljak, egy kicsit, nem tudom, ki, ahogy amilyen hittel van, hogy imádkozik, egy picit meditál, azt mondja, hogy ezzel meghosszabbíthatjuk az életünket. Nem értem, mert nem vagyok szakember, hogy mi az összefüggés e között, de úgy látszik, hogy nagy összefüggés van, mert ezeken a területeken mindenhol azt vették észre, hogy van nekik egy ilyen plan de vidájuk, amit megbeszéltünk, hogy ez nem a dolce vita, hanem a plan de vida, de szükséges ez ahhoz, hogy egészséges és hosszú életet élhessünk. Itt kiemeltem egy kicsit, hogy hogyan kapcsolódik ez az életszemléletük az ő mindennapi életükhöz. Okinaván van ezzel a nagyon kedves 103 éves néni, aki azt mondja, hogy kerüld a haragot, és tégy mindenkit boldoggá. Érezd jól magad, a sok nevetéstől sokáig élünk. Milyen érdekes, a Biblia is azt mondja, hogy a nevetés az megújítsa a csontokat. Hogyha boldogok vagyunk, hogyha nevetünk, az kihat a testi egészségünkre is. Valamint van náluk egy Moais nevű együttműködés, ez a társas támogatás. Azt jelenti, hogy ők kisebb csoportokat hoznak létre, és mindenképp támogatják egymást, akár anyagilag is. Hogyha valaki kórházba kerül, akkor a többiek látogatják, támogatják, ha kell, anyagilag támogatják, összeülnek, együtt vannak. Milyen jó lenne itt is ilyen csoportokat, lehet, hogy vannak, nem tudom. Hogy az idősebbek, mert ezek idősebbek, akik létrehozzák ezeket, együtt mennek el sétálni. Hát itt is, hogyha látnánk idősebb csoportokat, elmennek kutyát sétáltatni, vagy együtt kertészkednek, vagy egyéb más programokat létrehoznak. És így nem érzik magukat egyedül. Nincsenek egyedül. Tudják, hogy számíthatnak másokra. Ikáriában nagyon fontosak a boldog társas kapcsolatok. És elgondolkoztam, hogy milyen jó, hogy az emberek ebbe energiát fektetnek, mert elmondták, hogy energiába kerül az, hogy boldog legyek a férjemmel, hogy boldog legyek a feleségemmel, mert ez nem így jön, tudjuk, akik társas kapcsolatban élünk, hogy tennünk kell azért a kapcsolatért. De ők tesznek érte, és ezért boldogok. És úgy tesznek a másik boldogságáért, hogy boldoggá akarom tenni a másikat. Tehát nem az a fontos, hogy én boldog legyek, hanem felismerték azt, hogy ha a társam boldog, akkor én is boldog vagyok. Mert az ő boldogsága valahogy visszatükröződik rám. És ezért ezek az emberek arra törekszenek, hogy a társukat boldoggá tegyék. Lehet, hogy megbántott, lehet, hogy most rosszul viselkedett, de akkor is találnak utat arra, hogy boldoggá tegyék, vagy elnézők legyenek egymással. Azt mondják, hogy vedd körül magad jó emberekkel, jó barátokkal. És ami mindegyik területen feltűnt, azt mondják, hogy légy hálás. És ezt többen is hangsúlyozzák, több pszichológiai könyv is kiemeli, hogy a boldogságunkat és a szellemi jólétünknek nagyon jót tesz az, hogyha hálásak vagyunk azért, amink van. Hálásak vagyunk, hogy van ez a hely, hogy el tudunk jönni. Hálásak vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy el tudtunk jönni. Tehát minden apró dologért valahogy tudatosan kell egy picit edzenünk magunkat, hogy hálásak tudjunk lenni. Loma Lindán, ahol az adventisták élnek, nagyon sokan önkéntes munkát végeznek. És kimutatták azt, hogyha adsz, szívből valamit adsz, valamiért attól te boldog vagy. Biztos, hogy ti is tapasztaltátok ezt, hogyha tudtok adni, az valóban boldoggá tesz bennünket is.
ők is azt mondják, hogy csatlakozzunk jó közösségekhez. Együtt mennek el akár adományozni, önkéntes munkát végezni, együtt sportolnak, sétálnak, együtt mozognak, együtt kóruspróbára járnak. És ők is azt hangsúlyozzák, hogy legyenek hálásak. És ami fontos volt, és amit szerintem nem hangsúlyozunk itt Európában és a világ többi részén eléggé, hogy fontosnak tartják a családi kapcsolatokat, és azt, hogy az idősek iránt erős tisztelettel viseltetnek. És sajnálatos módon én azt látom, hogy a mi kultúrákban ez egyre inkább kikopik. És ez nagyon fájó, mert az időseknek ahhoz, hogy hosszú életet és egészséges életet éljenek, fontos, hogy érezzék, hogy mi számítunk rájuk, hogy ők még mindig fontosak. Érezzék azt, hogy tartoznak valakihez, hogy a család nem löki el őket azért, mert ők már idősek, esetleg nem bírnak annyit, hanem ezeken a helyeken bevonják az idősebbeket a mindennapi munkába. Együtt töltenek el hétvégéket, nem hagyják magukra az időseiket, magukhoz veszik, ott vannak velük. És ezért az idősek nem lesznek magányosak, és a magány mit hoz maga után? Nagyon sokan tudjuk, depressziót, elhagyatottságérzést, utána betegségeket. Egy ismerősöm, aki a pszichiátrián volt, azt mesélte, hogy nagyon sok idős ember van ott bent, akik a depresszió miatt kerülnek oda. És azért, mert valahol a családjaik elhanyagolják őket. És olyan jó volt látni, hogy ezeken a területeken az idősek iránti tisztelet megnöveli az időseknek az életkorát. Ezért nagyon fontos volt nekem, és remélem nagyon sok fiatal magáévá teszi ezt, hogy igenis foglalkozzunk az időseinkkel. Hogy ők fontosak, érezzék azt, hogy tartoznak valakihez. És ez megnöveli az életüket. És a sok bölcsesség, amit tőlük kapunk, az nem elhanyagolható. A következő az étrend volt, ami úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon nagy, fontos alappillére ezeknek az embereknek a hosszú élete és a jóléte szempontjából. Azt találták, hogy 90% az étrendjüknek az teljes értékű növényi étrend, ami teljes kérésű gabonát, magvakat, zöldséget, gyümölcsöt és hüvelyeseket tartalmazott. Én ennek személy szerint nagyon örültem, ezt már hangsúlyoztam, de nem győzöm hangsúlyozni. Mit is ettek ezek az emberek? Hát Okinavában azt látjuk, hogy képzeljétek el, hogy az étkezésük 70%-át a lila édes burgonya adja. Nálunk nagyon kevés, alig találkozunk, én is csak egyszer főztem ebből a lila édes burgonyából, nagyon finom egyébként. 70% az étkezésüknek ez. De odafigyelnek arra, hogy az ételeiket úgy társítsák, tudják, hogy melyik étel az ő szervezetükre hogyan hat. Melyik az, ami gyulladást csökkentő, melyik az, ami immunrendszer erősítő. És használják a fűszereket, használják a gyógynövényeket, algát esznek, ez a gólya vérnyomás csökkentő, odafigyelnek arra, hogy megfelelő mennyiségű hüvelyest tegyenek, ők szóját fogyasztanak, és napi 90 g szóját esznek, a tofut is beleértve, úgyhogy az a kérdés, ami felmerült tavaly is, hogy szabad-e nekünk szóját enni, hát azt gondolom, ezek után, hogyha az emberek 100 évig elérnek úgy, hogy napi 90 g szóját betolnak, akkor mi is nyugodtan ehetünk szóját, és készülök is már nagyon sok tofus étellel, mert nagyon egészséges is, és látjuk, hogy az okinavai embereknek jót tesz. Ezt fogyasztják, és sokáig élnek. Milyen más egyéb étrendjeik vannak? A három nővér, az Kosztarikán található, ott eszik legtöbbet, és ez a babból, a kukoricából és a sütőtökből áll, vagy egyéb tökfélékből. Ezt teszi ki 70%-át, 70-90%-át az étkezésüknek, ezt fogyasztják. Ugye a babba megfelelő mennyiségű fehérje van, a kukorica elég sok rostot tartalmaz, a glikémiás indexe is nagyon jó, a sütőtök tele van vitaminnal, rosttal, rostban gazdag étel anyagokkal. Loma Lindán főként vegánok az ott élő adventisták, teljes értékű növényi étrenden élnek. Bemutattak egy áruházat, olyan érdekes, hogyha ott bemegy az ember egy áruházba, akkor csak friss zöldséggel, gyümölcsel van tele, ilyen
hát most már nálunk is látható, vagy nálunk is vannak olyan helyek, ahol ilyen kimérős formában lehet kapni a magvakat, vagy a hüvelyeseket. Ott egy egész hatalmas, nem tudom hány méteren keresztül egy sor, ami csak ilyen dolgokat, ahol csak ilyen dolgokat lehet kapni. Szóval olyan szívesen vásárolnék egy ilyen áruházban, akkor nem kell azt nézni, hogy mi van benne, vagy miből van és honnan származik. A minestrone leves az pedig az olaszok nemzeti eledele. Ezt én se tudtam, de ki fogjuk próbálni. Engem nagyon érdekel, hogy milyen lehet az íze. Szinte minden nap fogyasztják. Rengeteg zöldséget tesznek bele. Káposztát, hagymát, tökfélék. Tehát, ami éppen gondolom szezonális étel, és ezt fogyasztják. A gyógynövényeket is alkalmazzák minden nap. Főleg Ikáriába mutatták be azt a jelenetet, amikor az idősek odafigyelnek arra, hogy a fűszernövények mellett gyógynövényeket, gyógyteákat fogyasszanak minden nap. Gyuri bácsi után már tudjuk, hogy milyen fontos ez is. Én is elég sok előadását hallgatom, és miután elkezdtem használni rendszeresen, nagyon sok tüneti problémám megszűnt, ami korábban, de erről majd beszélünk az előadások alatt is. Hasznos szokásokat vesznek fel, nincsenek káros szenvedélyeik, ott nem nagyon láttam pipázgató embert, így persze a film alatt, mert én nem voltam ott. Feldolgozott élelmiszerek el sem jutottak hozzájuk. Tehát olyan elszigetelt helyek ezek, hogy a mostani társadalmunk, a civilizáció későn jutott el oda. Azért van az, hogy ezek az emberek tovább éltek. Persze most már az új generációra ez már nem jellemző sajnos. Tehát, hogyha akarunk látni 100 éves embert, most kell elmennünk, amíg még élnek, mert az ő gyerekeik már nem fognak. Hozzájuk már bejött ez a, ahogy mi élünk, és nem élünk 100 évig. Tehát feldolgozott élelmiszereket esznek, nem figyelnek oda az étkezésükre, a pihenésre, sajnos. Természetes cukrokat fogyasztanak, mézet és egyéb természetes formában előforduló cukrokat. És Okinaván ez a harahachibu, ez azt jelenti, hogy még mielőtt jól laknának, abba hagyják az étkezést. Tehát mértékletesen esznek. Nem addig esznek, amikor már, addig már kijön a torkukon, és már nem bírnak többet lenyelni, hanem mielőtt érzik, hogy megteltek, azelőtt abba hagyják az étkezést. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezek, amiket felfedeztek újonnan, hogy mit jelent az, hogy az emberek 100 évig éljenek, ezek az elvek, ezek tartalmazzák ugyanazokat az elveket, amiket korábban mi is megbeszéltünk már, tavaly is, tavaly előtt is. Úgyhogy nekem ez feltétlenül sokat jelentett, és elhoztam egy, majd bele lehet nézni, a National Geographic-ban is megjelent ezzel kapcsolatban egy cikk, és akkor ti is utána tudtok olvasni, valamint javaslom ennek a Dan Buettner-nek a filmsorozatát, azt hiszem a Netflixen fent van, Kék zónák, hogy hogyan éljünk 100 évig a kék zónák titkai, valami ilyesmi címen. Tényleg érdemes megnézni, mert olyan jó látni azokat az idős embereket, ahogy a bölcsességüket elmondják, hogy ők hogyan élnek, hogy mi számukra fontos, és olyan felemelő ezt hallgatni és látni. Hát én nagyon köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy érdekesnek találtátok, és érdemesnek találjátok, hogy megnézzétek, és ezzel kapcsolatban még kutassatok. Hát a negyedik pillér az, amivel most majd foglalkozni fogunk végig a 10 alkalom során, és megnézzük, hogy hogyan tudunk olyan étrendet az asztalra tenni, ami növényi alapú, egészséges, és még finom is. És könnyen elkészíthető, elég sok feltételnek kell megfelelnünk. Nagyon rendhagyó ez az alkalom, hogy mit hoztam, és át is térünk akkor. Köszönöm a figyelmeteket ezzel kapcsolatban. És váltok diát, mert most úgy döntöttem, hogy mivel nem tudunk itt főzni, ezért azért bemutatom, hogy hogyan készül otthon, hogy ti is lássátok. Rendhagyó lesz ez az alkalom, mert egyéb okok miatt én már egy hónapja csak nyers ételeket eszem. Nyers vegánul étkezem, és arra gondoltam, hogy első alkalommal egy picit megmutatom, hogy hogyan lehet úgy étkezni, hogy nyerseket eszünk csak, és azok mégis táplálóak és finomak. El kell, hogy mondjam, hogy nyáron már 5 hétig étkeztem így nyers vegán, és akkor egy kicsit könnyebb volt, mert több a zöldség, több a gyümölcs,
de nagyon-nagyon könnyűnek éreztem magam, és nagyon-nagyon jó volt. Most egy picit, nem azt mondom, hogy nehezebb, csak nehezebben hozzáférhető az, amiből készíthetek ételeket. Ez nem azt jelenti, hogy összevágok néhány zöldséget, és akkor azt bekanalazom, vagy gyümölcsöt, hanem tényleg ételeket készítek gyersen. És az egyik ilyen étel, amire ráakadtam, és meglepően finom és laktató, az a töltött káposzta. És ez pont karácsony előtt találtam ezt a receptet, és nagyon örültem neki, mert én is tudtam így töltött káposztát enni karácsony környékén. Nagyon egyszerű az elkészítése, itt vannak a hozzávalók. Ennyi hozzávalóból tudunk nyers töltött káposztát csinálni. Hát először is van káposzta levelünk, fermentált káposztánk, kell bele répa, zeller, napraforgómag, de csinálhatjuk dióval is, tehát bármilyen maggal, amink van otthon. Aszalt paradicsom, fűszerek. És itt valamit nem tettem ide, úgy emlékszem, hogy valamit kifelejtettem, de lehet, hogy nem. Nem itt, majd máshol. Hagymát nem tettem bele, egy kis fokhagymát tettem bele. Igen, köszi, tényleg. Mert még van egy hely, ahol valamit kifelejtettem, fokhagymát tettem bele egy picit. És arra van szükség, hogy ezeket összedolgozzuk, és én konyhai robotgépeket használtam. Az egyikkel a tejfölt készítettem el hozzá. Biztos, akik már többször is voltak, és itt azért főként olyan arcokat is látok, akik tavaly is itt voltak, és emlékeztek, hogy magokból készítettünk tejfölöket. Mivel ez nyers étkezés, ezért én nem tehettem hozzá krumplit vagy rizst, emlékeztek, tettünk hozzá egy picit, lágyítsuk a tejfölt, főztünk rizst, és akkor azt valamilyen maggal kevertük, és abból csináltunk tejfölt, vagy pedig a krumplit, a főtt krumplival kevertük. Na hát itt csak sima magot használtam, és a darabolás vagy a felaprításhoz pedig egy másik gépet. Itt van a tejföl alapja, amiből készítettem a tejfölt. Látjátok, a kesudióból és a mandulából készült. Sörélesztő pelyhet raktam hozzá, egy kis citromlövet, sót és vizet. És ezt addig turmixoltam, amíg szépen krémes állagú lett. Készített valaki közületek mag tejfölt? Még nem. Nem baj. Majd, hogyha úgy érzitek, készítetek. Először úgy szoktam, hogy a magokat rakom a turmixgépbe, hogy ledarálja, és akkor utána teszem a többi hozzávalót. És amikor ez elkészül, és mindent ledaráltam, a fűszereket is, akkor egy jó kis masszát kapok, amit össze tudok gyúrni, és így meg tudom vele tölteni a káposzta leveleket. És akkor ilyen kis cuki ételt kapunk, ami tényleg nagyon finom. Alig várom, hogy megkóstoljátok, és mondjátok el a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla. Én nagyon szerettem, most már annyit ettem, hogy már nem kérek, köszönöm, tehát én már nem tudom megenni, de nagyon-nagyon finomnak találtam. A következő étel, amit nyáron fogyasztottam legtöbbet, de szintén nagyon finom, meglepően finom, az a cukkini tészta. Nem tudom, láttatok-e már, én elfelejtettem elhozni, pedig el akartam, vannak olyan készülék is van, de nekem csak ilyen hámozón van, amivel úgy tudom hámozni a cukkinit, hogy ilyen, mint hogy ez a makaróni tészta, vagy spagetti tészta lenne. És akkor így kell a cukkinit felcsíkozni, és itt vannak a hozzávalói. Ugye a cukkinit felcsíkozzuk, egy picit besózzuk, és akkor elkészítjük hozzá a szószt. A szószunk az valamilyen mag, teljesen mindegy, ami van otthon, egy kicsi sörélesztőpehely, só, citromlé, és amit nem tettem ide, viszont használok, az a bazsalikom. És nyáron, amikor érik a kertbe az a jó, finom paradicsom, ami lédús, és azt a bazsalikommal és az avokádóval annyira finom szósz tud lenni belőle, és akkor utána ezzel a szószal nyakon öntjük egy picit a cukkininket, és egy jó, finom, egészséges tésztát kapunk. Meglepően finom és nagyon jó. Majd megkóstoljuk. És most nem egyik ételt hoztam egyébként, hanem hármat. Nem tudom, feltűnt, hogy még lapozom. Mert arra gondoltam, emlékeztek tavaly? Tavaly úgy építettük fel, hogy okos tányérokat hoztam mindig. Ami azt jelentette, hogy azon a tányéron, tányérnek a fele zöldség volt,
az egyik fele valamilyen hüvelyes, fehérje, és a másik fele teljes értékű gabona, amik között az álgabonákat is használtuk. És hogy ne hiányozzon a zöldség, a saláta, ezért zöldségbreppet készítettem. Ez ezekből az összetevőkből áll. Az a lényeg, hogy vagy valamilyen káposzt, vagy salátába feldaraboljuk a zöldségeket, és ebbe a salátába beletekerjük, de mielőtt beletekerjük, készítünk egy szószt hozzá. Én ide nem tettem ide, de használtam kaprot. És egy ilyen kaporszószt készítettem, azzal öntöttem le ezt a zöldséget, amit felapítottam, és feltekertem ebbe a salátalevélbe, és ropogós, finom zöldséges reppet kaptam. Ezt is meg fogjátok kóstolni. Így néz ki. Tehát összevágtam apróra a zöldségeket, mivel tél van, cékla, fekete retek, répa, ezeket nagyon szeretem használni télen. És a salátába raktam, szépen feltekertem, és így fogyasztható. Emlő már nagyban készíti. Úgyhogy meg is tudjuk kóstolni. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nem léptem túl az időt, nagyon. Én nagyon örülök, és még egyszer hálás vagyok, hogy eljöttetek. A következő alkalom azt hiszem ugyanígy csütörtök lesz, mert két alkalommal nem tudjuk megkapni csütörtökön a termet, hanem keddi alkalmakkor lesz. És akkor jövő hét csütörtökön találkozunk. Hú, így fejből nem tudom, most ki fog előadni. Segítsetek, nem emlékszem. Ádám? Igen, Ádám lesz az előadónk. Valamilyen témával. És azt gondoltam, hogy ha már tanultunk ezekről az emberekről, és mi az, ami meghosszabbítja az ő életüket, és átvettük azt, hogy mit tesz hozzá ahhoz, hogy ők egészséges, boldog életet éljenek. Emlékeztek, az egyik, amit felemlítettünk, és ami fontos volt számukra, az a hála. És ezért, ha nem bánjátok, akkor én bevezetnék egy ilyen hálát evés előtt, hogy adjunk hálát azért az ételért. Mert otthon mi minden étkezés előtt hálát adunk, de ez egy olyan jó szokás, amit szerintem érdemes átvenni tőlük is. És ha nem vágyátok, akkor étkezés előtt talán adjunk hálát, hogyha esetleg nincs ellenvetésetek ezzel kapcsolatban. Hálásan köszönjük, mennyei atyánk, hogy összevezéreltél minket, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a gazdag ételt, amit elénk tártál, és amit elfogyaszthatunk, add, hogy ez testünk épülésére szolgálhatnak. Kegyelmedből. Amen. Akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok, és remélem, hogy ízleni fog nektek. Kérdeztétek többen is az évek során, hogy miből finanszírozzuk ezt, vagy szívesen adtatok volna, ezért kihelyeztünk egy dobozt. Ingyenes a részvétel, aki úgy érzi, hogy mégis támogatna minket, akkor az nyugodtan megteheti, és hálásan köszönjük. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok.